Sziasztok, Gyulai Márton vagyok. Én pedig Juhász Dávid. Gyerekkorunk óta foglalkozunk informatikával, programozással és a kütyük világával, és szabadidőnkben gyakran alkotunk valamit, amit az élet valamely területén használunk is. Épp ezért lelkesedtünk fel ennyire, mikor hallottunk erről a versenyről, és végre alkothattunk valami olyasmit, ami a hétköznapi ember számára is hasznos lehet. Amúgy az ötlet a Marcié volt. Úgy történt, hogy álltam a villamoson, egyik kezemmel kapaszkodtam, a másikba pedig a tornazsákon volt, és hát tömbbe volt a villamos, levegőt se lehetett kapni, és hát szeretem volna a zenét hallgatni. Persze elővettem a telefonom, és akkor megnyomom gombot, elindul a zene, de az annyira 2015, szóval elhatároztam, hogy készítek egy eszközt, ami egyszerűbbé teszi a zene hallgatást. És hát ez lett a Playpakit. Viszont, hogyha nem értenétek a szituációt, a következő képsorok megkönnyíthetik ennek megértését. A Playpakit 2 a nadrág belső szárára szerelhető nyomásérzékelőből, amit a továbbiakban következetesen tappancsnak fogunk nevezni, illetve egy Arduino-t és egyéb modulokat tartalmazó dobozkából áll. Ezek egymástól egyszerűen szétválaszthatók, a felhelyezés megkönnyítésének érdekében. Az eszköz vezeték nélkül kommunikál a telefonunkkal, így kényelmesen élvezhetjük a funkcióit, ilyen például a zenék közt való előre vagy visszanavigálás. Elindítás, megállítás, hangerőszabályzás, hívás felvétel, vagy lerakás. Biztosan veletek is előfordult már, hogy nem találjátok a telefonotokat. Nos, erre kitaláltunk egy extra funkciót a Playpakitban, mégpedig, hogy egyszerre kell lenyomni a két tappancsot 5 másodpercig, és ilyenkor megszólal a telefonon egy sziréna. Hol is hagytam a telefonomat? Where are you? We got some work to do now. Scooby Dooby Doo, where are you? We need some help from you now. Come on Scooby Doo, I see you. You're not fooling me, 'cause I can see the way you shake and shiver. Igyekeztünk a Playpakit használatát a lehető legegyszerűbbé tenni. Így egy külön alkalmazást írtunk hozzá. A fejlesztés rengeteg időt és energiát emésztett fel, de végül örülünk, hogy nem adtuk fel és sikeresen befejeztük. Nagyon sok időt töltöttünk az Android Studio-val, az Arduino bütykölésével, és eközben mi is sokat fejlődtünk, gyakoroltunk. Áramkört terveztünk, forrasztottunk, és végül teszteltünk. Köszönjük, hogy szántál időt a projektünkre, reméljük tetszett, és hasznosnak találtad. És mindenképp gyere el szeptember 30-án a kutatók éjszakájára. Sziasztok! Sziasztok!